Nagy beruházásokra itthon nem jellemző gyorsasággal épül Szekszárd új impozáns sportlétesítménye, a már nagyon várt jégcsarnok. A Szekszárdi Sportcentrum egykori kispályás foci, illetve salakos teniszpályáinak helyén látványosan magasodik az új létesítmény, a Szemmisbe zárt betonszerkezet közelgő átadás sejtett. A fővállalkozó még tavasszal vette át a teljesen üres területet. Az első kapavágást április 9-én végeztük el, gyakorlatilag augusztus, nem tudom, 4-e van ma, és most már csak a technológiai szerelés a legfontosabb hátralevő munka. Próbáltuk kihasználni a kapcsolatainkat, olyan kollégákat vontunk be a munkába, akikkel már sok munkán együtt dolgoztunk, ők pedig úgy állnak hozzá, mintha sajátjuk készülne, épülne. Alapvetően ez az egyik. A másik pedig hát nyilvánvalóan saját munkatársakat is bevonunk a kivitelezésbe, festőket, földmunkagépeket, kezelő kollégákat. Augusztus közepén 75%-os készültség, speciális elektronikai és hűtéstechnológiai munkákkal ígérik, ha nem jön közbe semmi, októberre elkészülnek. Mindenképpen szeretnénk egy energetikus, korszerű épületet létrehozni. Nyilvánvalóan ez a cél, ennek a legmodernebb berendezését használjánk föl, saját tervezésben kivitelezzük a vezérlését, úgyhogy azon leszünk, hogy a legjobbat nyújthassuk Szekszárdnak. 65x30 méteres maga a befogadó csarnok, ehhez jön egy körülbelül 800 négyzetméteres szociális blokk, 6 nagy öltözővel, illetve kisebb öltözőkkel, játékvezetőknek, edzőknek, különböző kiszolgáló helységekkel, orvosi szoba, büfé, vizes blokkok, úgyhogy szabadkorcsiázóknak előkészített lehetőségekkel. Korszerűbb lesz sok tekintetben, mint a magyar nagyvárosok régebben épült jégcsarnokai. És a Szekszárdi Jégkorongklub, a Jégmadarak, valamint a korcsolyázni tudók és szeretők igényeinek is megfelel majd ez a szekszárdi csarnok. A hokisoknak felüdülés lesz a sátras viszontagságos évtized után ezen a jégen gyakorolni és meccselni. Mi Szekszárdon itt arra törekedtünk, hogy az itteni utánpótlásnak ez a csarnok teljesen megfeleljen. Igazából egy edzőpálya, ami körül minimális lelátóval. A minimális lelátó az még mindig azt jelenti, hogy körülbelül 300 ember el fog férni. Igazából ez egy 30 ezres város viszonylatában teljesen megfelelő. Az U8, az U10, az U12 és az U14-es korosztályban is az elmúlt 5-6 évben a sportág elkötelezett edzők megalapozták a jégkorongsportot Szekszárdon, most eljöhet a még dinamikusabb fejlődés ideje. Idén az biztos, hogy ugye az U12-es korcsoporttal nagypályán fogunk játszani, amivel hál' Istennek így akkor most már a hazai meccseinket itt fogjuk tudni játszani Szekszárdon. Ugyanez vonatkozik az U14-es korosztályra. Amennyiben nem mennek máshová tovább tanulni a 14-15 éves gyerekek, könnyen előfordulhat, hogy néhány bajáról érkező jégkorongpaláta leigazolása révén Szekszárd hamarosan önálló csapattal bejelentkezik az országos serdülőbajnokságba, amit Kakas Krisztiánék nomád körülmények között sátras pályán, rossz minőségű jégen, bízva a jobb körülmények eljövetelében sikeresen megalapoztak.